Jó egészséget kívánok mindenkinek! A Semmelweis-terv a kormány egészségügyi koncepciója foglalkozik az egészségügyi struktúra átalakításával, a problémák rendezésével, és ez több ponton is találkozik a szakma érdekeivel. Ilyen például az egészségügyi finanszírozás, az életpályamodell és az esélyegyenlőség az egészségügyi ellátás során. A program időzítése azonban minden határidőn túl van. Többször különböző fórumokon megkondították már az egészségügyi szakemberek a vészharangokat, mondván kifutunk az időből, de ez a mindenkori minisztérium részéről süket fülekre talált. Még döcög a szekér az egészségügyben dolgozók elhivatottsága és odaadása miatt még nem borult fel a rendszer. Magyarország gazdasági fejlettségéhez képest az egészségügyi közkiadások szintje nagyon alacsony, mind a környező országokéhoz képest, mind pedig saját korábbi kiadásainkhoz képest. 2007-ben az egészségügyi közkiadások aránya több mint 500 milliárd forinttal alacsonyabb volt, mint a másik három visegrádi országé. Az egészségbiztosítási alap gyógyító megelőző ellátásokra fordított kiadásai reálértéken számolva 250 milliárd forinttal maradnak el a 20 évvel ezelőtti 1990-es szinttől. Nincsenek meg a feltételek a megfelelő színvonalú gyógyításhoz, annak ellenére, hogy a szakmai felkészültségében az élen járunk. A kórházak és egyéb intézmények eladósodása miatt naponta szembesülünk ember, eszköz vagy gyógyszer hiánnyal, ami már most is veszélyezteti a betegellátást. Az elmúlt időszakban pont emiatt keresnek külföldön munkák kollégáink százai. 2011-ben a KSH adatai szerint 1419 orvos és 485 szakdolgozó távozott külföldre. A hiány csökkenése nem várható, mivel az orvosi egyetemeken diplomát szerzők száma 2009 óta kevesebb, mint a külföldre távozó orvosoké. Egyre több szakvizsgázott, sok éves szakmai gyakorlattal rendelkező orvos hagyja el az országot, nem elsősorban a pénz, hanem a szakmai ellehetetlenülés miatt. Nincs idő pótolni a hiányt. Gyermekorvosként és anyaként mindkét oldalról rálátásom van a gyermekek ellátására. A megfelelő színvonalú, egyenlő esélyű ellátás a gyermekes esetén a jövőnk kulcsa. Még a legfrissebb adatok szerint a házi gyermekorvosok átlagéletkora 57 év, a legtöbb betöltetlen házi gyermekorvosi praxis Szolnok megyében található, nem csak az alapellátásban, hanem a fekvőbeteg ellátásban is nagy a gond. Évente legalább 80 gyermekgyógyászt kellene kiképezni, hogy fenntartható legyen a rendszer. Ehhez képest közép-magyarországi régióban az idén meghirdetett 27 állást helyett sem tudták betölteni. Nem mindegy, hogy a beteg gyermekeinket 5 évig gyermekgyógyászatot tanuló és gyakorló csecsemő gyermekgyógyász szakorvos, vagy a gyermekgyógyászat területén pár hónapos gyakorlaton résztvevő felnőtt háziorvos látja el. 29 ezer aktív egészségügyben dolgozó orvos van ma, sokan nyugdíj mellett is dolgoznak. A legújabb kormányzati tervek alapján jövő áprilistól a nyugdíjkorhatárt elért kollégáknak dönteniük kell a nyugdíj, azaz az éhhalál és a szerény munkabér között. Ez a döntés minden negyedik kollégának meg kell majd hozni, a jelenleg is gyógyító 7500 embert érint. Ekkora hiányt, ha ők a nyugdíjellátás mellett döntenek, már nem bír el az egészségügy, ez már a betegellátás teljes ellehetetlenüléséhez vezet. És a hiány nem csak az orvosokat érinti, szakdolgozók terén sem jobb a helyzet. Példaként megemlíteném a Hungarikumnak számító védőnői hálózatot, amit egyre nehezebb fenntartani. Az országban 260 védőnői állás betöltetlen, ezzel is magyarázható, hogy a védőnők az előírtnál átlagosan 100 gyerekkel többet látnak el. A népegészség területén is van mit rejtegetnünk, hála az eddig lezajlott így folyó egészségügynek, hiszen a halálozási mutatóink európai és világ élvonalában vagyunk. A daganatos betegségek okozta halálozást nálunk a legmagasabb a világon, és különösen kedvezőtlen a középkorú férfiak kimagasló halálozása.
Az idő előtti halálozások számának aránya igen nagy, az összes meghalt férfi 40 és a nők 20%-a 65 éven aluli. A születéskor várható átlagos élettartam messze elmarad az Európai Unió tagállamaitól, 1970-ben még csak 2 évvel, 2000-ben már több mint 7 évvel maradtak el. Fel kell tennünk tehát a kérdést, ha nem változik az egészségügy helyzete, ki gyógyít majd minket és a jövő nemzedékét? Milyen lesz a jövő nemzedék egészségi állapota? A tervek már megvannak, de a megvalósítás várat magába, az idő viszont sürget. Össze kell fognunk a jövőnk és egészségünk érdekében. A jó egészségügy élet, halál, egészség, betegség kérdése, mely kihat az egész nemzetünk jelenére és jövőjére. A mindenkori társadalomnak is felelőssége van abban, hogy az egészségügyi ellátást biztosítani tudja az egészségüket, a gyógyulásukat vagy sem, mert jól tanulni és jól dolgozni is csak egészségesen lehet. Ezért kérjük a támogatásotokat, hogy biztosíthassuk az egészségeteket és a minőségi ellátásotokat. Következik Gulyás Márton a kulturális terület képviseletében.